Sziasztok, összeszedtem mindent, amit szerintem érdemes tudni a málnáról, erről a Magyarországon is őshonos növényről. A málna a rózsafélék családjába tartozik, a szedel nemzetségbe. Ebből kikövetkeztethető, hogy a szedellel közeli rokonságban áll, úgy különböztetik meg rokonától, hogy a vacska a terméssel együtt marad-e vagy sem. Mint ahogy a képen is látszik, a szedel gyümölcsének szedésekor a vacska a gyümölcsel együtt marad, a málnánál a vacska a növényen marad és egy üreges hely lesz. Latin neve a képen látható, de a Dunántúl egyes részén elterjedt népies magyar neve, a boldogasszony csipkéje és a német szarvastehén bogyó szó alapján a himpér. A málna európai északi területeit és Portugália kivételével mindenhol megterem. Már az ókorban is gyógynövényként ismerték, a középkorban kolostorokban nemesítették, termesztették. Latin neve annyit jelent vadszeder az idáról. Az egyik legenda szerint ugyanis Krétán, az Ida nevű hegyen kezdték termeszteni, majd onnan terjesztették el a rómaiak. Egy másik legenda szerint Ida, a csecsemő Zeus dadája fehér málnát szedett, megszúrta az ujját, és az ővére festette vörösre a gyümölcsöt. Több mint 1350 növény tartozik ebbe a kategóriába, beleértve a szedreket, málnákat, halmaszedreket és a különböző hibrid fajtákat. Néhányukról elég nehéz eldönteni, hogy a szeder vagy a málna kategóriájába sorolható, de próbáltam összeszedni azokat, amik szerintem érdekesek, illetve ismertebbek. Koreai málna, ez egy kelet-ázsiában őshonos málnafaj, a gyökér kivonatairól kimutatták, hogy egerekben gyulladás csökkentő hatást vált ki. Tasmániai alpesi málna, ez egy kisméretű gyógynövény, mert egész Tasmániában 900 méter feletti szubalpin és alpesi élőhelyeken nő, és ehető egy gyümölcsöt terem. Gyümölcséből lila színezéket is készítenek gyümölcslevekhez. Európai piros málna, Európában és Észak-Ázsiában őshonos, de más európai régiókban is termesztik. White bark vagy fekete sapkás málna Észak-Amerika nyugati részén őshonos. Nagyon hasonlít a keleti fekete málnára. Keleti fekete málna Észak-Amerikában őshonos, ezért főképp a hidegebb éghajlatot kedveli, de hazánkban is sikerrel termeszthető. Kultúrnövény fajtái rengeteg kertészetben megtalálhatók. Ausztráliai málna Kelet-Ázsiában és Ausztráliában őshonos, de az Egyesült Államokban is honosodott néhány elszórt helyen. Gyümölcse kellemes ízű, nyersen vagy mártásokhoz, lekvárokhoz használható. Szárított gyümölcsét a hagyományos kínai gyógyászatban használják. Japán szeder, ami a nevével ellentétben málna, Kínában, Japánban és Koreában őshonos. A fajta Európában és Észak-Amerikában dísznövényként, valamint a hibrid málna nemesítésében rejlő lehetőségek miatt hozták be. Nyugat-indiai málna, ami a Himalájában, Kelet-Ázsiában és Kelet-Ausztráliában őshonos. Gyümölcsét a himalájai piacokon is árulják. Levelét használják hasmenés és menstruációs fájdalmak, reggeli rosszul létekészülési fájdalmak kezelésére. Amerikai piros málna, amit könnyen összekevernek az európai fajtával, Észak-Amerikában őshonos. Rengeteg termesztett kereskedelmi málnafajta az amerikai és az európai piros málna hibridjéből származik. Arany örökzöld málna vagy arany himalájai málna. Kínában, Nepálban, Indiában, Pakisztánban, Indokínában és a Fülöp-szigeteken őshonos. Gyökerét gyomorfájás és fejfájás kezelésére használják, gyümölcsét pedig emésztési zavarok kezelésére. Alapvetően két fő málnafajta létezik, nyári és őszi, vagyis egyszer és folyton termők. Az egyszer termő málnafajtáknál a termőrügy képződése augusztustól szeptemberig tart, a kétszer termő málnafajták rügy differenciálódása már a növekedési szakaszban megkezdődik. Míg az egyszer termők csak megfásodott, másodéves termőveszőkön teremnek, addig a kétszer termők a képződött új sarjak néhány csúcsi elhelyezkedésű rügyéből is termést nevelnek. Összeszedtem nektek képekbe előbb az egyszer termő fajtákat, itt látható a korai, a közepes érésű fajták, illetve a késői érésű fajták. Folyton termő vagy kétszer termő málnák, fekete gyümölcsmálnák,
Az arany vagy a sárga málnák. Amit tudni érdemes ezekről, hogy az aranymálna a vörös málna természetes mutációja. A halvány színű szemek először a vörös málnán jelentek meg, és a nemesítők idővel szelektálták őket, és így tiszta aranymálnát hoztak létre. Bíbor vagy lila málna. A piros és a fekete málna keresztezésében. Törpenövésű vagy balkonmálnák, nemesítésen hozták létre kiskertekbe vagy teraszokra ajánlják. Általában kétszer termők. Kaliforniai szedermálna. Az észak-amerikai szeder és az európai málna hibridje. Véletlenül született 1881-ben a Kalifornia Santa Cruzban James Harvey Logan, amerikai bíró és kertészmérnök által. Thai Party szedermálna. 1979-ben hozták létre a Skót Kertészeti Kutatóintézetben az Aurora szeder és a 626/67. Tetraploid málna fajta keresztezésével. Boysenberry szedermálna. Az európai málna, az európai szeder, az amerikai hamvas szeder és a kaliforniai szedermálna keresztezése. A málna sekélyen gyökerezik, ezért ne kapáljunk túl mélyen körülötte. Vékony, sűrűn elágazó, a talajban vízszintesen növekvő duzzadt csomóiból járulékos gyökereket fejleszt, ezáltal az ivartalan szaporodás fontos eszköze. Levelei 3-5, ritkán héttagúak, felül simák, alul gyapjasak, szélük fűrészfogas, májustól augusztusig virágzik, a virágok fehérek, laza fürtökben állnak. Szára akár a 2 métert is elérheti, de ez függ a fajtától. Gyümölcse botanikai értelemben nem számít bogyós gyümölcsnek. Egyetlen virágból több gyümölcs fejlődik ki, így maga a málnaszám több gyümölcs összessége. Érzékeny a talajvízre, a magas méztartalomra és a homokos területekre. A bokrokat a kert védett, húzatmentes részeibe ajánlott ültetni, és a növényeknek támasztékra is lesz szükségük. Ahogy a növény növekszik, ezt a támasztékot nagyjából fél méteres lépésekben kell majd megemelni. Gyökerei sekélyen helyezkednek el, ezért vízigényes növény. A meleg, tápanyagban gazdag és nedves talajt szereti. Ültethető árnyékos vagy félárnyékos területekre is, ahol a pH tartomány 5,5 és 6,5 között van, de a legédesebb, legaromásabb bogyókat csak napon hozza. Kevés a kalória és zsírtartalma. A benne található számos flavonoid vegyület véd a rák, az öregedés, a gyulladás és az idegrendszeri betegségek ellen. Körülbelül 26 mg C-vitamin, vagyis a napi szükséglet 1/3 található 100 g málnában. Olyan tápanyagokat tartalmaz, melyek segítik a szervezet fehérjék, szénhidrátok és zsírok anyagcseréjét. Köztük A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C és E vitamint. Kálium, mangán, réz, vas és magnézium is bőségesen található bennük. A bogyók jó riboflavin, niacin és folsav forrásnak is számítanak. A málna a hagyományos orvoslás szerint jó vértisztító, lázcsillapító és ingyulladás csökkentő. Segítenek a vérszegénység, a szívbetegség és a depresszió megelőzésében. Sok magja savlekötő és emésztésjavító tulajdonságokkal rendelkezik. Levele gyomorfekére és bélgörcsökre kiváló. Segít az emésztésben és a hányinger enyhítésében. Leveleiben tanin található, mely az összehúzó hatásai miatt hasmenésre is kiváló. Külsőleg szemészeti panaszok és bőrfertőzések kezelésére is alkalmazható. Erősíti a vajudási fájdalmakat, mivel tonizáló hatással van a mély izomzatára, ami megkönnyíti a szülést. Csökkenti a menstruációs kellemetlenségeket. Gombás betegségek. A hajtásokat gomba támadhatja meg, mely július és augusztus között kékes foltokat okoz, melyek idővel egyre jobban elterjedhetnek. Az ágak kérgén súlyos sebeket képez, a csúcsok elszáradnak, a levelek lehullanak. Ha észleljük ezeket, vágjuk le és égessük el a fertőzött ágakat, majd a talaj fertőtlenítése érdekében alkalmazzuk kálciumacetátot. Málna gubac szúnyog. Ebben az esetben 1-2 cm átmérőjű, karfiolszelű gubacs jelenik meg a száron, mely olyan, mintha egy féloldalas kitüremkedés lenne. Permetezés nem javasolt, mert a kártevőket nem lehet előre jelezni. Sokkal hatékonyabb a nyár végén a betakarítás után a lehullott vesszők eltávolításával egyszerre írtani őket, eltávolítva mind a már említett fertőzött és a már letelmezt szárakat. Málna sodrómoly.
Rögyfakadáskor, mikor már könnyen át tudják szórni és meg tudják rágni a termést, akkor kezdenek kárt okozni. Védekezésképpen permetezzük rovarirtószerekkel, illetve távolítsuk el a bokrot az elöregedett ágaktól. Málna mozaik. A málnások legismertebb betegség. A bokrok gyenge, vékony hajtásokat hoznak, a leveleken sárgászöld, szögletes foltok jelentkeznek. A betegség megelőzhető olyan szaporítóanyaggal, ami vírusmentes, vagy levéltetvek elleni védekezéssel. Botrytiszes betegség. Termésrothadást idézelő, de a rügyekre, hajtásokra is átterjedhet. Megelőzéséhez a virágzás kezdetétől célszerű permetezni. A málnavesszők legfeljebb 2 évig életképesek. Első évben az egyszer termő málnák kihajtanak, növekednek, második évben teremnek. Elvileg bizonyítottan jobban teremnek az egyszer termő málnák, hogyha az első éves vesszőket visszavágjuk egy kicsit, illetve ha letermettek a másodéves vesszők, akkor talajszintig visszavághatjuk. A folyton termő málna csak a vesző felső harmadán csúcsán hoz gyümölcsöt, a második évben a vesszők alsó 2/3 teremnek, tehát levágjuk addig a részig, amin az utolsó termést találtuk. A málna szaporítható dugványozással. Ehhez az első éves ágakból levágunk egyet, ledugjuk a földbe, és következő tavasszal pedig át lehet ültetni. Dőosztással is lehet szaporítani. Ehhez egy éles ásóval elvágjuk a sarjakat az anyanövénytől, majd az átültetett növények földjét fontos, hogy nyilkosan tartsuk. Természetesen szaporítható magról is, de az előző két módszer sokkal gyorsabb és előnyösebb. Ehhez egy szita segítségével ledörzsöljük a gyümölcshúst, átmossuk a magokat, aztán a magokat kicsit kitesszük a napra száradni, majd elültetjük. Világszerte évente több mint 822 ezer tonna málnát termelnek. 2021-ben Oroszországban volt a legmagasabb a málnatermesztés 197.700 tonnával, ezt követi Mexikó és Szerbia. Együttesen Oroszország, Mexikó és Szerbia a világ összes málna termelésének több mint 50%-át állítja elő. Akárcsak a megynek vagy a cseresznyének, a málnának nincs utóérése, így szüretelni csak érett állapotban ajánlott. A nyers, éretlen szemek később se fognak beérni. Felhasználják nyers fogyasztásra, lekvár, befőtt, pálinka, szörp készítésére, illetve levesekbe, salátákba, süteményekbe is elég népszerű. Egy éves kor után gyerekeknek is adható. Ennyi lett volna a málna, próbáltam összefoglalni mindent, amit szerintem fontosnak tartok. Kommentekbe írjátok le, hogy még növényről szeretnétek további bemutatót, illetve ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Közelebb találkozunk, sziasztok!